Na, sziasztok, itt vagyunk, és kezdődik a 41. napunk, úgyhogy haladni kell, haladni. Igazából én már így előre megterveztem, hogy mi lesz az 50. videóig a téma. Most nagyon rá fogunk menni a formulásra, meg a gyűjtögetésre. Most fehér gyöngyöt és olajat fogunk szerezni, obszidián, cementpasztát és lőszereket akarok gyártani, meg fejleszteni akarom egy kicsit a házat, hogy tudjuk, hogy mit hova pakoljunk, meg most jöttem rá, hogy kéne egy ilyen fenti rész, egy fenti feljáró, hát mindegy, ezt majd megépítjük valamikor. És az lesz a lényeg, hogy az RG-val fogunk menni, a terrát azt igazából ott hagytam, mert most nem lesz szükségünk rá, majd ide teleportálom, és el fogunk menni, meg is mutatom inkább, hogy olajat és fehér gyöngyöt, hát főként az olaj miatt is, hát ami nekünk közel és kézre állik, bár lehet, hogy hajóval jobban járnánk, de most nem oda költöztünk, de mindegy, berajzolom nektek, hogy hol fogunk menni. Erre a részre fogunk menni körülbelül, de inkább erre, és itt fogjuk az olajat farmolni, meg ugye itt van esély fehér gyöngyre is, vagyis hát egy csomó spónol, de igazából itt is, meg hát itt van a legtöbb olaj konkrétan, de itt meg a legtöbb fehér gyöngy, mármint ami itt meg lehet lelni, csak hát ott még nincs meg a térkép, szóval mindegy. Na mindegy, az a lényeg, hogy menjünk. Itt is vagyunk, hát bugolunk össze-vissza egy kicsit, amire ideértünk, és nem hoztam magammal kaját. Igazából mindig elfelejtek. Igazából talán, amikor mindig videózok, akkor sosincs nálam, de szoktam csinálni sült húst, de majd csinálunk egy csomó kaját, mert most megint nincs nálam, úgyhogy mindig azt szoktam csinálni, hogy mindig meghalok. És magamhoz teleportálom a madarat, és akkor így kijátszom ezeket a dolgokat. Ez egy, hát egy taktika, hát van, aki szereti, van, aki nem, de ugye, ha meghalok, meg mindig az artifaktnál is szerzem a cuccokat, akkor mindig elveszik a kajám, és azt én gyűlölöm, hogyha elvesztik a kajám. 3 medical brew, ez pont jó jött. Na, és akkor menjünk, nézzük meg, hogy mifán terem a szilícia. Az az RG mit tud? Semmit. Az fasza. Lehet, hogy nem itt lesz, itt még tovább lesz, egy kicsit hazudtam, vagy várjál? Nem, itt van. Itt van az olajos kő. Meg ott van egy kurva szép rex, de mindegy, a lényeg, ami lényeg, hogy olaj kell nekünk, szóval olajozunk. Az RG az elbírja faszán, úgyhogy kiszedjük az összeset, meg én úgyis el fogok jönni pár körre. Szóval, na, gyere már vissza. Úgyhogy itt is van a fehér gyöngy. Szedjük is összelettem. Szedjük is össze. Madár, állj le, vagy kapsz egy pofont. Na, most miattad nem tudom összeszedni. Körülbelül ilyen 6, 10, 12-t ad, vagy max 18-at, tehát körülbelül ezt nem tudom. Követésre, hogy állítva, vagy mi? Ja igen, mert magamhoz hívtam tényleg. Körülbelül ez az alapszorzó, ami single playerem, vagy ha nincs húzva egy szerver, akkor így kapod a szilíciát. Ugye, hogyha nagyon fel van húzva, hát pontosan nem tudom, kétszeres, vagy valami ilyesmi, itt tudom én, akkor ilyen 20, max 24-et tudsz kapni, azt hiszem, és én mindig csak 24-et kaptam. Szóval szerintem 24-et lehet kapni. Ajjaj, jön a Rex. Na mindegy, itt odébb álltunk a Rex, mert itt meg akart... Így a pullovia, jaj, gyerünk, a pullovira is. Itt a pullovia is meg akar szexelni minket, szóval még odébb állunk, aztán majd úgyis visszajövünk. Ugye erre már talán nem is lesz. Aj, miket mondok. Biztos csak lesz. Oh, mi ez itt? Hogy? Ülne bele a Rex, hogy nincsen nót, na mindegy. Hát akkor RG, nem fejlődsz. Ott van olajos kő. Jó van.
Ott is ott a pullovia, de mindegy, ezt gyors kiszedjük. Gyerünk, szedjed az olajat. Ezért lenne jobb csákány, na mindegy. Ez nem mentem el a barlangba, de tök felesleges, most haladni akarok a bosszozásra. Ha mondjuk, akkor jobban farmolnánk. Mindegy, haladjunk igazából. Farmolás az nem a izétől, az állatoktól függ. Nem a csákánytól, hanem az állattól. Ez egy fontos dolog. Igazából talán nem is jobb a izé csákány, mármint a jobb csákány, mert csak hamarabb szétütőkövet, viszont ugyanannyit ad, nem? Vagy nem? Itt is van egy csomó farkas, meg minden. Itt az olajos követket szétszedem, aztán még elmegyek arra. Aztán itt meg akarom mutatni nektek, van ez a vízesés, és itt igazából, hoppá, itt amúgy jó kis PvP hely, meg itt van egy engram, vagy engram, már egy node, amit fejleszti a Argin-kat, és hát mire osztanánk egy Argin-nak? Hát, movement speedre. Jaj, indítsd a fölvételt, a fölvételt. Na, itt is vagyok, igazából visszajöttem, mert majdnem megdöglöttem. Szóval muszáj volt visszajönnöm, hát gyűjtöttem egy csomó olajat, meg mi az, fehér gyöngyöt is gyűjtöttem, hát a fehér gyöngyű könnyebb, mint az olaj. Úgyhogy igazából ezt a kettőt összegyűjtöttem, amennyit csak tudtam, és akkor következőleg cementpasztát fogunk szerezni, hát cementpasztát hódvárakból tudunk kiszedni, meg hát craftolni is tudunk cementpasztát, viszont az nagyon gatya, meg szerintem nagyon drága, mert kitinkel hozzá, talán kitinkel hozzá, de ezt majd mindjárt mutatom is nektek. Na, itt vagyunk a 42. napunkon, és ebben, vagyis ezen a napon obszidiánt fogunk szerezni és farmolni egész nap. Remélem nagyon sokat össze tudunk szedni, vágjunk is bele. Körülbelül itt is vagyunk, ez az a hegy, ahol a legtöbb obszidiánt lehet szerezni, mindjárt meg is mutatom nektek térképen. Itt vagyok jelenleg, szerintem itt lehet szerezni a legtöbb obszidiánt, a havasban, meg egyéb hegyeken, a vulkán körül is, meg a másik hegynél is lehet szerezni, de itt szerintem a legtöbbet, itt kristályt, fémet, obszidiánt lehet legfőképpen szerezni. Vágjunk is bele. Hoztam még plusz két csákányt, ha esetleg ez eltörne. Itt az otteres dosszír, közben itt a kristályt is szedem. Az is nagyon fog kelleni, remélem elbírja az Ágyi. Majd úgy is megyek egy csomó kört, meg hát az obszidiánnal is kell menni, mert az is egy elég nehéz dolog. Fémet egyelőre szerintem nem szedem ki. Hát első körben tudtam szedni igazából 260 obszidiánt és 207 kristályt tudtam szerezni. A kristályt azt hát sok helyről kellett azért kifarmolnom, körbe mentem. Az obszidiánt meg lefarmoltam itt, és még lejjebb kell mennem, ott még tudok szerezni. Úgyhogy ez így nem lesz annyira rossz. Te még eszek egyet. És igazából ennyit bír el maga az RG pont, hogy tudjunk még menni is, és hogy tudjunk haladni is. Szerintem ennél többet nem fog belepakolni, de ugye a kristály az nagyon sokat nyom. Úgyhogy menjünk is vissza, és jöjjünk a második körünkre. Most itt vagyunk a hegynek a tövébe. Itt is érdemes nagyon sok obszidián kiszedni,
Itt látni is lehet, hogy van egy csomó, igazából nem csak fönt a hegyen, hanem a hegynek mondhatni a lába részénél is. Már esteledik, hát megjártam egy csomó hegyet, egy csomószor mentem, szóval igazából a 100 nap végéig elég lesz ez az obszidián mennyiség, amit gyűjtöttem. Úgyhogy szerintem obszidiánból már nem is kell szedni semmit. Kristályból is szedtem egy csomót, az is bőven elég lesz. Úgyhogy holnap elkezdünk cementpasztát gyűjteni, úgyhogy találkozunk holnap. Vagyis az árban holnap. Itt vagyunk, hát általában ott is van, ott van egy hódvár, itt általában szokott lenni. Hát egy maximum 3 hódvár, most csak egyet látok, de mindegy, ide leparkolok, és akkor ott egy otter. Aj, de jó lenne, de most koncentrálni kell a bosszozásra, majd szerintem tímelünk ottert, meg egyéb ilyen dolgokat. Nézzük meg, hogy mennyi cucc van a hódvárba. 200 cementpaszta, 50 gomba, ez jó lesz kajának. Jaj, na gyorsan menjünk, mielőtt jönnek a hódok. Már tudok mit enni, de mondjuk sütöttem húst még pluszban, mert egy csomó elfogyott. Szerintem mehetünk is tovább, arra az irányba fogok menni. Hát eljöttem, de viszont itt nem látok egyetlen egy hódvárat sem. Eddig még elmegyek egy kicsit, aztán elmegyek a másik irányba, a húsevő felé. Meglátjuk, hogy arra esetleg lesz-e hódvár nekünk. De itt egyelőre nem látok. Ott van egy hódvár, mondjuk őrzi 2 darab hód, az annyira nem jó. Úgyhogy lehet, hogy meg kéne ölni a hódokat. Hajd már meg! Nem hal meg, hát hány szint ez? Nézzük mennyi. 3,39 és 36, hát a fa az egyelőre nem kell nekünk. Menjünk közbe tovább, hát itt csak egy spinó van. Hódvárat egyelőre nem látok. Ott egy Rex. Hát nem tudom. Nem tudom, még megnézem arra, és ki fog derülni. Nem találtam, úgyhogy megyek visszafelé a bázishoz, még párszor körülnézek, és igazából szerintem még elmegyek több helyre, meg megpróbálom szétszedni azokat a hódvárakat, hogy hát a spawnul új esetleg, vagy valami ilyesmi. Bár nem tudom. És akkor elkezdünk majd puskaport gyártani, meg spark powdert készíteni, az majd követ kell farmolnunk, flintet, és egyéb ilyen dolgokat, szóval lesz teendőnk bőven. Na, hát én igazából úgy vagyok vele, hogy a mortárból szeretnék 3-at csinálni minimum, és egy asztalra rárakom, és ott fogjuk gyártani nagyipari mennyiségben itt a dolgokat, hogy gyorsabban haladjunk meg. Hát, kéne több tábortűz, hogy a fát égessük bőven. Na, ide le is hánytam 3-at, ó, az egyiket fordítva, de mindegy, ez úgy is el lesz tüntetve, szóval oly mindegy, meg 5 darab ilyet, és be is fogjuk itt tisztítani. Itt van egy kis fa, 177, így, ez így már égni is fog a fa, és akkor gyűjtök követ, flintet, meg fát, ezek kellenek hozzá, talán más nem.
Igen. Na, itt már megy is nekünk a nagy, hát ott a kraftolás, itt meg a tüzelés. Tüzeljük a fát, itt meg megy két spark powder, itt meg várja, hogy itt kégen a sok fa. Úgyhogy haladunk bőven. Közben itt tímeltem egy dodót, hát ennél rosszabb színe szerintem nem lehet egy dodónak, hogy őszinte legyek, bár alapvetően nem rosszak, de így keverve nagyon gatya. Hát hogy néz ki? Úristen. De mindegy, pont ezért tímeltem be. Amúgy 130-as, ami amúgy egész jó. Na, hát nézzük meg, hogy mit tudtunk alkotni. 471, és körülbelül 540 alapanyagot a puskaporhoz. Szóval nézzük meg, hogy mennyit tudunk belőle kraftolni. 471-et, ami 471 lesz. Úgyhogy 471 puskaporunk lesz egyelőre. Hát ugye, hogy több legyen, kéne flintet farmolni, mert itt a kőből, meg itt is maradt a kőből, majdnem ugyanannyi. Fából még azért régnek, kettő kifogyott, de még háromban van egy kicsi. Szóval, hát, igen. Igen, itt azért még én bőven elleszek, hogy meglenjen a kis puskaporunk. Aztán utána gyártjuk a lőszereket belőle rögtön, ugye fémből, lőszerből, és aztán fejlesszük a házunkat. Le is raktam a fabrikátorunkat, hát majdnem tökéletesen, hát még egy kicsit ferde, de igazából mindegy. Na, nézzük meg, hogy mennyi puskaport, vagyis nem puskaport, hanem lőszert tudunk gyártani. Most van nálam 281, de még készülnek. Itt van, csináltam gázolajat, egy 75-öt az olajból, még 31-szer 10, ami 310 darab lőszer lesz nekünk. És kéne egy ilyet is kraftolni. Húha. Nézzük meg, hogy ebből mennyit tudunk. Hát, csináljunk egy... Ebből egy 6, na mindegy, 59 lett. Ebből is egy 50-et csináljunk és gyártsunk le. Aztán megnézzük, hogy mit tudunk belőle csinálni. Kéne egy hűtő, egyéb ilyen dolgok. Na, lett ennyi lőszerünk. És szeretnék majd egy hűtőt, meg kéne egy széfet is gyártani. Az olaj kell, polimer, pont 60, szóval akkor széfet fogunk csinálni, és a többit majd meglássuk, hogy kell-e esetleg. Generátor is fog kelleni nekünk. Nézzük, körülbelül ennyi lőszerünk van. Polimerből kell még egy, a széfhez. Hát a széfet azt le akarom gyártani. Kell egy generátor, egy hűtő nekünk, és egyelőre más talán nem is akarok csinálni. Majd talán egy ilyet, de ahhoz kéne színes állat, azt majd a bossnál tudunk szerezni. Na, le is kraftolta. Kéne olaj, meg fém. Van itt minden, úgyhogy ezt lekraftoljuk rögtön. Kaptunk egy generátort, és ehhez kell még 15 darab polimer. És ez mennyi kell? Ez meg 60. Hát, ezt muszáj lenne legyártani, szóval csinálunk még 60-at. És még gyártunk mellé lőszert is. És akkor még, hát van még fémünk, úgyhogy ez tök jó. Cementpaszta az, hát az biztos, hogy elég lesz. Hát igazából más nem fog kelni. Ezek a dolgok később, meg nincs is kapacitásunk rá. Azt nagyon ki kéne farmolni egyelőre, hogy meglegyen. És arra még nem vagyok felkészülve rendesen. Megvan a szép, megvan a generátor. Ezt szeretném még legyártani. Meg ebből kéne fa.
raktam bele fát, meg még hoztam 74 gámpódert, akkor ebből gyártok egyet, ebből is, és mit akarok? A hűtőt akarom, a hűtőhöz mi kell? Fém. Hát fém az van, úgyhogy azt szerzünk. Jó, és akkor craftolunk egy hűtőt is. Akkor ezeket pedig lerakjuk. A safe-be tárolom majd a bosszos dolgokat. Ha már ez itt van, a széfet is rakhatom igazából középre, de most nem szoroz. Valamiért most ide raktam, hát most itt lesz ilyen konyhaszigetes rész, lesz egy nagy széffel itt. Ó, egy kicsit rozsdás, szóval, hát mindegy igazából. A generátort azt beraktuk ide, itt az ágy mellé, majd csinálunk hozzá még falat. A hűtőt azt ide berakjuk. Hát igen, ide tökéletes lesz a hűtő, majd mindegy, ez így lesz. Igazából. Akkor már csak ez kell, ezt ide rakom, ez pedig ide rá, és már csak gázolaj kell. Abból pedig raktam be 40-et, és akkor ez itt fog nekünk menni, és működni fog a hűtő. Úgyhogy ezt a kettőt akár már le is bonthatnánk, de még egyelőre nem bontom le. Lőszert a szépbe berak. Egyelőre ezek a bosszos dolgaink vannak meg. Hát, amúgy nem vészes, nem haladtunk olyan rosszul. Ez az Assault Rifle, ez elég rossz a damage-e, de mindegy, majd max turret-be rakjuk, és akkor más fegyverre megyünk, de jó lesz egyelőre. Még gyártsunk másfajta lőszert. Soti lőszert szeretnék gyártani. Na, és el is értünk az 50. napunkra, hát sok mindent csináltam, és így állunk pontosan, nézzük meg együtt. Hát ilyen cuccokat tudtam gyártani, hát ez jó sok napba beletelt, mire ez összejött, ez a shot időszer, meg ezek a dolgok. Szóval így állunk az 50. napunkra, úgyhogy folytassuk majd a 100 napos videót, úgyhogy tartsatok velem, remélem tetszik eddig ez a úgymond videó, vagy videó sorozatok, részek, egyebek, és ha tetszik, akkor lájkoljátok, kommenteljetek, és iratkozzatok fel, folytassuk tovább, és cél maga az, hogy tudjunk bossozni, és sikeresen meglegyenek a tekes dolgaink, tekes cuccaink, úgyhogy addig is, sziasztok!